Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra. Szép délutánt kívánok, köszönöm, hogy velem tartanak. America First. Azaz Amerika az első. A mai műsorhoz ezt a szlogent választottam, amelyet nemrég a leköszönt amerikai elnöktől, Donald Trumptól kölcsönöztem. Ő egyébként 2016-ban az előző elnök választási kampányban használta ezt a szlogent, de én most azért idézem, mert ma Amerika lesz a műsorunk fókuszában, Amerika lesz az első. Mint ismert, 2020. november 3-án Amerika elnököt választott, a szavazás demokrata győzelemmel zárult, Joe Biden megszerezte a megválasztásához szükséges többséget az elektori kollégiumban, nem volt azonban zökkenőmentes a leköszönő elnök búcsúja. Január elején Donald Trump támogatói Washingtonban összegyűltek, és hogy tiltakozzanak az elnökválasztás eredményei ellen. A tüntetők megrohamozták a kongresszus épületét, és a kapitóliumot utoljára 209 évvel ezelőtt rohamozták meg az 1812-es háború idején, de most újra sikerült ez az akció, tehát most a Trump követői ezt megtették. Végül Joe Biden-t január 20-án beiktatták, és ezt a műsort annak szentelném, hogy picit beszéljünk erről a több mint 4 hónapról, amióta új vezetése van az Amerikai Egyesült Államokban. Megvizsgáljuk ebben a 2 órában az új adminisztráció prioritásait, megnézzük Magyarország és Amerika, Európa és Amerika, illetve a világ és Amerika viszonyát. És szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégemet, Fehér Zoltán diplomatát, politikatudóst, a Fletcher School stratégiai tanulmányok központjának tudományos főmunkatársát, akivel itt 2 órán keresztül mindezekről beszélni fogok, és tegeződünk barátságunk okán. Szia Zoli, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Zoli, köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, beszélhetünk a Spirit FM közönség előtt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Azzal kezdenék, hogy a megválasztott elnök azt ígérte, hogy megerősíti Amerika lelkét és gerincét, azaz a középosztályt, valamint külföldön újra kivívja országa tiszteletét. Ez szükséges, hogy újra kivívja az ország tiszteletét? Nem volt ez a tisztelet meg a Trump elnöksége alatt? Azt gondolom, hogy az új amerikai elnök által kitűzött mindkét cél abszolút szükséges. Egy nagyon nehéz, súlyos örökséget vett át Donald Trumptól Joe Biden idén január 20-án. A Trump elnökség összességében gazdaságilag sikeres lett volna a COVID-19 járványig, de még azt a területet is, a gazdaságot, ahol egyébként jól vizsgázott Donald Trump, a járvány és a nyomában járó gazdasági zuhanórepülés gyakorlatilag aláásta, de minden további területen, így a belpolitikában és a külpolitikában sok rombolást láttunk, valóban rombolta Donald Trump Amerika nemzetközi pozícióját és tekintélyét, és a belpolitikai, belföldi társadalmi ügyek is nagyon rossz helyzetben voltak, amikor Joe Biden átvette a kormányrudat. Ha pár szóban, vagy hát pár szóban kéne összefoglalnom, hogy milyen örökséget vett át Joe Biden a belpolitikában, akkor mondhatom-e úgy, hogy járvány, gazdasági válság, elmélyülő etnikai és politikai ellenségeskedés, ezt kapta csomagban? Gyakorlatilag ezt kapta csomagban. Ugye a járvány és a gazdasági válság az kéz a kézben jár. Ahogy mondtam, az első 3 évben Donald Trump kormányzata, adminisztrációja elég jól vezette a gazdaságot. Ugye Amerikában azért a piacnak nagyobb szerepe van, mint az állam szabályozó erejének, de gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy gazdaságpolitikájuk bár nem
a középrétegek vagy az alsó rétegek felemelkedését szolgálta, de összességében az amerikai gazdaságot elég magas lendületben tartotta. Minden másban gyakorlatilag nagyon rosszul vizsgáztak, és valóban a járványt katasztrofálisan kezelték. Az ennek nyomában járó, természetszerűleg az ennek nyomában járó gazdasági zuhanórepülést sem tudták kezelni, hiszen a járványt igazából nem is akarták, nem is próbálták megkezelni, és valóban Donald Trump megosztó, gyűlölködő, folyamatosan ellenségkereső politikája pedig az országon belül, mint demokraták és republikánusok, mint pedig a fehérek és nem fehérek, különböző vallási csoportok és más csoportok közötti ellenségeskedést, gyűlöletet és viszolygást csak erősítette, és ez egy nagyon szomorú öröksége Donald Trumpnak és az ő kormányzatának. Az indulásnál Joe Bidennek nehézséget kellett-e, vagy nehézséggel kellett-e megküzdenie azáltal, hogy a Trump hosszú ideig nem fogadta el ezt a győzelmet, vagy ez egy olyan dolog, amit egyébként simán kibír az amerikai demokrácia? Mennyire vizsgáztak itt az intézmények ebben a válságos periódusban az amerikaiakat, mennyire osztotta meg ez a téma, és most, hogy már eltelt 4 hónap, hogy látod, hogy ez a megosztottság mennyire mérséklődött, vagy megmaradt? Joe Biden és a demokraták tiszteletre méltó erőfeszítéseket tettek, és tesznek ennek a megosztottságnak a áthidalására, a legyőzésére, de azt gondolom, hogy itt egy sokkal mélyebb problémáról van szó. Ez a megosztottság nem Donald Trump-al kezdődött, de az biztos, hogy Donald Trump segítségével a mélypontját elérte, és egy olyan mélypontot ért el, amiből a feltámadás vagy a kilábalás nagyon-nagyon nehéz lesz. Én azt gondolom, hogy Joe Bidenék egy borzasztó nehéz szituációban kell, hogy kormányozzanak, amikor az ország választóinak közel a fele, de minden esetre egy meghatározó része rendkívül gyanakvással ellenségesen figyeli az ő tevékenységét. Ebben a szituációban, ebben a helyzetben Bidenéknak nagyon nehéz megvalósítaniuk azt a célt, amit kitűztek már a választási kampány során is, az elnöki beoktatáskor az elnök szavaiból is kiderült ez a cél, a nemzeti egység újra gombolását, újrafűzését, újra létrehozását. Ez borzasztó nehéz lesz, én azt gondolom, hogy ahová most eljutottunk részben a megosztó politikusok munkájának, akna munkájának köszönhetően, részben a közösségi média és a digitalizáció jelenlétének és hatásának köszönhetően, abból valószínűleg évekig, talán évtizedekig nem fogunk tudni kilábalni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy Bidenék egy csomó olyan lépést tesznek, olyan gesztust tesznek, próbálnak úgy kormányozni, hogy végül maguk mellé állítsák a többséget, és úgy is tűnik ebben a pillanatban, hogy lényegesen jobb a megítélése a Biden kormányzatnak, mint a Trump kormányzatnak volt. Egy bizonyos ponton az elmúlt év során és korábban is volt olyan pillanat, amikor Trump úgynevezett támogatottsági indexe 39%-os volt, most jelenleg Bidené 61%-os, ami azt is mutatja, hogy nem csak azok, akik rá szavaztak, az az 51 egész valamennyi százalék, hanem a republikánusok és a függetlenek közül is többen úgy gondolják, hogy jól kormányoz. Ez már azt gondolom, hogy az eddigi erőfeszítések eredménye. Mi van a republikánus pártban? Ott mennyire érezteti még Trump az erejét? Talán ez a másik elem, ami miatt, vagy a másik tényező, ami miatt azt várhatjuk, hogy ez a megosztottság, ez a polarizáció, ez a mélypont, amiben most az amerikai belpolitika leledzik, ez sajnos ki fog tartani még évekig, évtizedekig, ugyanis úgy tűnik, hogy sem Trump, sem pedig a republikánus párt nem akarja elengedni egymás kezét. Trump továbbra is a legmeghatározó politikusa a republikánus pártnak, és ezt abból is látjuk, hogy a múlt hét során a republikánus képviselőházi frakció leváltotta egy vezető pozíciójából Liz Cheneyt, aki egyébként Dick Cheneynek, az egykori alelnöknek, Bush egykori alelnöknek a lánya, aki bár nem
mindenben különbözött Trump közpolitikai gondolkodásától, de különösen január 6-ai kapitoliumi támadás után szakított Trumppal, szembefordult vele, és leváltották ebből a pozícióból, és egy Trumphoz lojális képviselő asszonyt, képviselőnőt választottak meg. Ez azt jelenti, hogy mind a republikánus pártban országosan, mind pedig a kongresszusi republikánus frakciókban, ugye a képviselőházban és a szenátusban továbbra is Trump az úr. Egy kicsit még itt az átadás átvétel pillanatában maradva, lesz-e valami felelősségre vonása Trumpnak? Milyen eljárások indultak el? Mire lehet számítani? Én azt gondolom, hogy Donald Trump nagy felelősséget visel a január 6-ai kapitóliumi támadásért, és én ezt az eseményt egy puccskísérletnek tartom, de ezzel kapcsolatban várhatóan nem lesz Trump felelősségre vonva, viszont ne felejtsük el, hogy Trump a megválasztásokor már 2016-ban rengeteg büntető és polgári eljárásnak volt a célpontja, amit ugye ezeket fel kellett függeszteni, hiszen az elnök nem vonható eljárás alá. Továbbra sem tudjuk, hogy mennyi adót fizetett Trump a 2016-ot megelőző és azt követő években. Több tucat nő vádolja Trumpot különböző szexuális abuzusokkal, és rengeteg más eljárásnak is továbbra is alanya Donald Trump, korábbi elnök, és úgy tűnik, hogy most, hogy már nincs immunitása az elnöki pozíciójából fakadóan, ezeknek a eljárásoknak alá kell vetni magát, viszont ne felejtsük el azt sem, hogy Trumpnak nagyon jó könyvelői és nagyon jó ügyvédei voltak eddig is, ezek továbbra is részben mellette vannak, bár tudjuk, hogy néhány személyes, például a személyes ügyvédje Michael Cohen ellene fordult pont az elnöksége utolsó időszakában, de ő továbbra is számíthat arra, hogy az amerikai, hát úgy szokták mondani, hogy ilyen legalista, erősen az ügyvédek szerepére fókuszáló jogrendszer adott esetben még újra megvédheti őt. Vajon mennyire kell Bidennek, a BLM-nek, a Black Lives Matter mozgalomnak a örökségével számolni, mennyire határozza majd meg azt a belpolitikát, amit ő elképzelt? Ugye erről a témáról mindenképpen kell mai napon beszélni, hiszen elmúlt néhány napban volt George Floyd halálának, meggyilkolásának az évfordulója, ugye rendőri kéz által meggyilkolásának az évfordulója, és ma van az évfordulója, az egyéves évfordulója, a Black Lives Matter mozgalom nagy tüntetés sorozatának, június 1-én indultak ezek a tüntetések 2020-ban, és hát ezt az évfordulót, ezeket az évfordulókat Joe Biden is megemlékezett róluk, megünnepelte, ha így lehet mondani, tehát minden esetre a programját erősen befolyásolta, hiszen fogadta George Floyd családtagjait a Fehérházban, ami egy nagyon-nagyon komoly gesztus. Nancy Pelosi, a képviselőházi demokrata többség vezetője, gyakorlatilag a képviselőház elnöke is találkozott velük. És már van jogerős bírósági, nem jogerős, de már van egy bírósági ítélet, igen, ugye a gyilkossal kapcsolatban. Így van. Tehát Derek Chauvin, az a rendőrtiszt, akinek a lelkén szárad George Floyd fekete bőrű fiatalembernek a halála. Őt néhány hónappal ezelőtt Minneapolisban a bíróság, pontosabban az esküdszék mind a három emberülés, illetve gyilkossági vádpontban bűnösnek találta, és hát várjuk, igen, a büntetés
kiszabását, illetve a jogerőre emelkedését, de az biztos, hogy ez egy nagyon nagy lépése volt az igazságszolgáltatásnak, nem csak George Floyd családja felé, hanem az amerikai fekete közösség felé is. Joe Biden az elnökségét és az elnöksége alatt megvalósítandó társadalmi célokat nem kalibrálhatja és nem hagyhatja végre, anélkül, hogy a Black Lives Matter mozgalommal, illetve egyáltalán azzal a problémával nem foglalkozik, ami Amerika rasszizmus problémája, tehát hogy különösen a fekete bőrű amerikaiak, de általában a nem fehér bőrű amerikaiak, és ezek között is úgy szokták mondani Amerikában, hogy blacks and browns, tehát a fekete és a barna bőrűek, többek között a dél-ázsiaiak, olyan diszkrimináció tapasztalhatnak a mindennapokban, amely a társadalom többi tagját és különösen a fehér többséget nem éri. A fekete gyerekeknek és a barna bőrű gyerekeknek az életkilátásai, a karrierkilátásai lényegesen alacsonyabbak, korlátozottabbak, mint a fehér gyerekeké. Egy csomó városban vannak olyan színesbőrűek által lakott kerületek, régiók, ahol gyakorlatilag a kilábalás a szegénységből, a tanulatlanságból majdnem lehetetlen, de hát erről még tudunk beszélni. Minden esetre Bidennek ezzel foglalkoznia kell, és ezzel foglalkozik is. Én azt gondolom, hogy a nemzeti egység megteremtésébe beleírti azt is, hogy a különböző bőrszínű, ugye Amerikában úgy mondják, hogy fajú, és szerencsére ezt a kellemetlen kifejezést Európában már mi nem használjuk, de a különböző bőrszínű emberek és közösségeik jobban együtt tudjanak élni, és elsősorban az, hogy minden amerikaira ugyanazok a törvények és szabályok vonatkozzanak, senki ellen a bőrszíne, vallása, etnikai származása miatt ne érjen diszkrimináció. Mennyire kockázatos az, hogy ennek a mozgalomnak a túlbúrjázó szárnya az éppen, hogy ezeknek a már megszerzett jogoknak a csorbítását fogja hosszú távon hozni? Azt gondolom, hogy amit látunk az elmúlt években, részben a politikai polarizáció, részben a már említett Donald Trumphoz hasonló megosztó politikusok, részben pedig, ahogy említettem, a digitalizáció és a közösségi média hatása alapján, hogy minden ilyen kérdés belekerül a politikai polarizáció körébe, és gyakorlatilag ez egy ilyen centripetális módon alakítja az amerikai politikát és az adott kérdéseknek a megítélését, tehát gyakorlatilag mindkét oldalon egyre radikálisabb gondolkodás és radikálisabb megoldások merülnek fel, és ez sajnos igaz az antirasszista mozgalomra is, a fekete életek is számítanak mozgalomra is Amerikában, ami a tavalyi, ugye a George Floyd gyilkosság után indult tiltakozás sorozatok mellett, illetve azzal párhuzamosan, hát egy elég nagyszabású társadalom átalakító mozgalommá kerekedett, vagy mozgalmat is indított. Igen, a kritikusai azt szokták mondani, hogy ez már ilyen túlzó társadalom mérnökösködés. Nagyon, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon túlzó társadalom mérnökösködés. Valóban létező és súlyos, fájdalmas problémákat próbálnak orvosolni az oktatásban, a közoktatásban, a felsőoktatásban, a piaci, tehát a magángazdaság legnagyobb szereplőinél, általában a munkaerőpiacon. Mindezeken a területeken nagyon komoly diszkrimináció sújtja a fekete bőrűeket, illetve a nem fehér bőrűeket, illetve mindez összefügg nyilván Amerika és a nyugati világ múltjában található kolonizációval, kolonializmussal, amit hát több évszázad után próbálnak valahogy orvosolni ezek a mozgalmak. Emlékszünk tavaly a különböző szobordöntögetésekre, amit én ilyen túlburjánzó és mindenképpen kontraproduktív tevékenységnek tartok, de ami ennél sokkal mélyebb, és ami
igazából, aminek igazából a szobordöntések csak a jéghegy csúcsát jelentik, az pont ez a társadalmi mérnökösködés, egy olyan mozgalom, ami kinyilvánította, hogy az egyetemek legyenek antirasszista intézmények, ugye nem csak nem rasszista intézmények, hanem antirasszista intézmények, ami kinyilvánította azt, hogy az általános iskolákba, a középiskolákba és az egyetemeken tanított például történelmi tárgyak, azoknak a, illetve minden tárgynak gyakorlatilag át kell nézni a kurikulumát, hogy megfelelő női szerző, illetve nem fehér szerző, fekete szerző, vagy akár nem heteroszexuális szerző található-e a szakirodalom, az kötelező irodalomban. És sorolhatnám még ezeket a túlburjánzó lépéseket. Ez a progresszív baloldalnak egy nagyon komoly témaköre, amiket most felsoroltál. Igen. Ugye ez Bidennek egy nagy kihívás, hogy ő velük hogyan fog tudni egyensúlyba kerülni, hogyan tudja a kormányzásában azért valamennyire kiszolgálni, vagy visszaverni a túlkapásokat. Ez... Itt a progresszív baloldalt két részre kell választanunk, vagy a progresszív baloldalt részben a intézményileg is két részre. Hú, mielőtt ebbe belevágunk, mert ez egy külön téma igen, lesz. Valóban ez egy hosszabb téma. A közben bekapcsolódik a beszélgetésünkben Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter, halló, és volt washingtoni nagykövet. Jó napot kívánok! Sokolom. Onodi Molnár Dóra vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Elsőként arra gondoltam, hogy egy picit az amerikai-magyar viszonyról kérdezném. Szokás-e, vagy volt-e annak jelentősége, hogy a magyar miniszterelnök nyíltan kiállt az elnöki kampány alatt Trump mellett, és viszonylag későn gratulált a nyertesnek? Hát mondjuk előrelátónak, vagy bölcsnek én nem mondanám ezt az eljárást. Mondjuk menjünk vissza csak 2000-ig, amikor egy nagyon szoros elnökválasztási kampány volt, és én éppen Washingtonban képviseltem az Orbán kormányt. Nem egyszerűen saját fejem alapján, bár nyilvánvalóan magam is így gondoltam, hogy az elnökválasztás előtt mind a két pártnak a konvenciójára elmentem, ugye meghívják a nagyköveteket, és amellett ezen túlmenően igyekeztem földeríteni, hogy amennyiben a demokraták elveszítenék, vagy nem nyernék meg a választást, akkor a republikánusoknál milyen személyekre lehet számítani az új külpolitikában. És így kerültem ismeretségbe Condoleezza Rice-szal, aki végül is miután az ifjabb Bush megnyerte a választást, előbb nemzetbiztonsági főtanácsadó volt, majd pedig a második ciklusban külügyminiszter. Úgyhogy egyrészt én is mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy mutattam, hogy előkészültem a esetleges váltásra, de ugyanakkor nagyon jó kapcsolatban voltam az előző Clinton kormány egész külügyi apparátusával, tanácsadókkal. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak egy kisebb országnak, de egy kisebb országnak különösen fontos, hogy minden választás esetében, hogy ha jelöltekkel a várható eredménytől függetlenül mindenkivel jó legyen a viszony, és kell készüljön föl bármilyen eredményre. Tehát ilyen értelemben mondjuk én nem tartottam szerencsésnek ezt a nagyon éles és erős kiállást, egyértelmű kiállást Trump mellett. Arra persze joga van egy kormánynak, egy politikusnak, hogy drukkoljon valakinek, sőt, az is elég általános itt Európában, hogy egy hasonló politikai szellemet képviselő, világnézetet képviselő kampányban vegyen részt. Mondjuk emlékszünk arra, hogy Blair, brit miniszterelnök részt vett, támogatta a szocialistáknak a kampányát jó, több 20 évvel ezelőtt kb. Tehát ez, vagy Antal Józsefet, Giscard d'Estaing korábbi francia elnök támogatta, több francia német politikus, tehát ez rendben van, de azért föl kell készülni minden esetőségre, és ilyen egyértelműen én ezt pláne Amerika esetében, ahol nagyon fontosnak tartom a jó szövetségesi viszonyt, én
ezt nem tartottam mondjuk nagyon szerencsésnek. Hát különösen annak fényében, hogy hát nem is jött be, de hogy még ráadásul a támogatáson túl még egy másik tényező is volt. Ugye a magyar külügyminiszter közvetlenül támadta az elnöki kampányba Biden családját. Az nekem, mint a dolgokat csak úgy kívülről szemlélőnek elég furcsának tűnt minden esetre. Igen, hát ugye erre mondják, hogy rátett egy lapáttal. Igen. Igen. És hát ez meg olyan szempontból sem szerencsés, mert ugye én gondoltam, és be is jött, hogy nem fogják ezt így a fejére olvasni, de hát nem tette különösebben népszerűvé, úgyhogy hát ez a, nem az egyetlen hiba, amit az elmúlt években az ember a külpolitikában látott, és én azt hiszem, hogy a jobb lett volna egy ilyen óvatosabb magatartást tanúsítani. Most lassan 5 hónapja be van iktatva az új elnök, vagy mondjuk úgy, egy kicsivel több, mint 4 hónapja, de nincs Magyarországnak kinevezett nagykövete. Ez mit jelent? Nagyon fontosnak tartja az új elnök, hogy Magyarországon ki lesz az amerikai nagykövet, és még folyik a kutatás, hogy egy olyan jelöltet keressenek meg, aki érzi a feladat súlyát, vagy éppen ellenkezőleg ez, hogy még nincs kinevezve senki, az azt mutatja, hogy Magyarország egy picike ország, nem lényeges. Tehát úgy értette, hogy Magyarországra. Így, Magyarországra. Igen, hát az a helyzet, hogy ebben a kérdésben ez elég általános dolog. Tehát van egy amerikai szokás, hogy pláne a politikai kinevezett diplomaták esetében, nagykövetek esetében, hogy elnök választás után, pláne elnök csere esetében lemondanak előre a posztjukról. Hát ez megtörtént Magyarországon is. Nem várta meg Kronstein nagykövet az eredményt, pedig gondolom, hogy ő drukkolt Trumpnak. De soha ettől függetlenül, tehát az eredmény esetében új nagyköveteket szoktak küldeni, illetve hát megerősítik, pláne hogyha a politika pártállás ez nem indokolja, tehát megerősítik a helyébeni ott a nagykövetet. Tehát Magyarországon nem volt nagykövet, de sok tucat, vagy talán még több százas nagyságrendben jelenleg nincsen Amerikának nagykövete. Most ezt én nem tudom mondani, hogy a legnagyobb, legfontosabb nagyhatalmaknál ott történt a változás ilyen szinten, én nem követem a jelenlegi amerikai politikát, de ez elég általános, hogy sokáig tart egy ilyen kinevezés, mert ez nem úgy van, mint mondjuk akár nálunk, hogy a külügyminiszter előterjesztésére a köztársaság elnök kinevezi. Amerikában a szenátusnak nem csak ezt a ilyen posztokat, hanem számos más kinevezést meg kell erősíteni, jóvá kell hagynia. Tehát a szomszéd államokban sincsen legtöbben jelenleg amerikai nagykövet, és hát ez mindig egy elég hosszú procedúra, lehet mondani, hogy ez nem szerencsés. Tehát mondjuk olyan értelemben, hogy Amerikában az utóbbi évtizedekben, az utóbbi 20-30 évben nagyon elterjedt az úgynevezett politikai kinevezettek gyakorlata, tehát hogy nem professzionális, hivatásos diplomatát neveznek ki nagykövetnek. Különösen nem a nem problémás országokban, szövetséges országokban, és nem nagyhatalmak esetében. Azt mondják, hogy ott van az apparátus, hát Magyarországon is azért pár tucat amerikai diplomata működik, tehát elvisel egy nagykövetség egy nem hagyományos, nem professzionális diplomatát, és általában ezek a nem profi diplomaták is nagyon ambicionálják a jó szereplést, a jó munkát. Szóval a lényeg az, hogy nem lehet tudni még, hogy van-e egyáltalán jelölt, hogy olyanokról tud az embernek, és én értesültem, hogy kik jöhetnek számításba, néhány vagy egy-kettőről hallottam, de hogy a választás mikor lesz, úgy júniusra elképzelhető, de ez csúszhat még tovább is. Úgyhogy akkor nem gyártok összeesküvés elméleteket, hogy miért nincs még itt nagykövet. Szóval ebben az esetben mondjuk ez nem az Orbán kormány számára küldött, mondjuk
üzenet vagy figyelmeztetés, hogy még nincs nagykövet. A kívülálló számára egyébként úgy tűnik, hogy a magyar kormánynál egyértelműen váltás történt, mert úgy néz ki, mintha már nem lenne egyáltalán atlantista. Ez kijelenthető, vagy azért inkább azt lehet mondani, hogy olyan hintapolitikát csinál? Ön hogy látja ezt? Hát egyrészt én történészként úgy látom, hogy a hintapolitika nem nagyon vált be, akár visszamenően az erdélyi fejedelmekhez visszanyúlva, vagy akár a második világháború rendkívül nehéz időszakában. Egyébként Kállai Miklós kormánya az csak a látszat volt, hogy hintapolitikát folytatott, mert valójában egyértelműen a nyugati demokráciáknak drukkolt, és arra tett, hát Kállai már megörökölt az ország hadban állt, náci Németország oldalán, de szóval nem működött akkor sem a hintapolitika, és hát most pedig hát nem vagyunk olyan helyzetben, hogy mondjuk két rossz között kelljen választani, vagy két jó között lenne nehéz a választás. Egyértelmű, tagja vagyunk a NATO-nak, mondhatom, hogy hála Istennek, tagja vagyunk az Európai Uniónak. Itt nincs, nem lenne szabad orientációról vitának lenni, vagy kétségbe vonni, úgyhogy... Hát igen, csak mégis az ember azt látja, hogy elűznek egy CEU-t, helyette jön egy Fudán, itt csak az elmúlt másfél-két évet nézve, vagy rögtön csak az utolsó fél évet, a vakcina beszerzéseket, az látszik, hogy egy erős kínai orientáció van, és minthogyha a szövetségesekkel a barátság az enyhülne. Én, mint akár volt külügyminiszter is, meg nagykövető, én nagyon örülnék, hogyha a mindenkori magyar külpolitika következetes lenne, és én a múltammal, a hátam mögött is támogatni tudnám azt. Tehát egyáltalán nem öröm számomra azt látni, hogy az a atlantista külpolitika, amit az Antal kormány nem csak hogy kezdeményezett, amit mondhatják, hogy sikerrel folytatott, és amit az a következő kormányok is folytattak, nem utolsó sorban Orbán Viktor is az első kormányában, hogy ez a politika nem vagy nem folytatódik, hanem ezzel ellentétes jeleket látunk, üzeneteket lát a világ, megvétózzuk az Európai Uniónak a különböző, mondjuk hát akár Kínát is elítélő lépéseit, de hát más kevesebb figyelmet keltett az Afrikával. Itt nem utolsó sorban az Afrikából irányuló vagy induló migrációt is korlátozó Európai Uniós politikához se csatlakozott Magyarország. Úgyhogy itt, ha a belpolitikával semmi probléma nem lenne, engem akkor is nem csak, hogy zavarna ez a látható újfajta külpolitika, hanem felemelném a szavamat ellene, ahogy föl is emelem. Ugye Norvégia esetében lemondtam, mert egy köztisztviselő az nem bírálhatja a kormányát, ha nem ért vele egyet, akkor mondjon le, és akkor már jogos ezt megtenni, ha szükségét látja. Szóval én, mint egy atlantista, aki nagyon fontosnak tartotta mindig a nyugati demokráciákkal a folytatott viszonyban a lehető legjobb bizalmi viszony kialakítását, megőrzését, ezt én rendkívül nagy aggodalommal szemlélem. És végezetül még egy kérdést engedjen meg, hogy Biden vezetésével új lap nyílhat-e az euróatlanti kapcsolatokban? Javulhat-e az Unió és az Egyesült Államok viszonya? Nem csak a sokunk reménye szerint, hanem minden jel szerint. Hát egyébként ugye Biden maga is azt mondta, hogy Amerika visszatér arra a politikára, ahhoz a politikához, amelyet a külpolitikában elődje is, nem csak a demokrata Obama folytatott, és többek között ennyiben ez különbözik az Obama kormánytól, aki azért Ázsiára sokkal jobban figyelt. Biden nem csak személyesen, hát jól ismeri Európát, jól ismeri Magyarországot, én 90 óta ismerem, amikor Antallal Amerikában jártunk, és Biden mutatta be a szenátusban Antall Józsefet, mint Magyarország várható jövendő miniszterelnökét. Nagykövetként is találkoztam, beszélgettem vele többször. De a külügyminisztere, hát az is azért már elég ismert Magyarországon, hogy a korábbi amerikai nagykövet Blinkennek a fia, akinek a
édesanyja és magyar zsidó hátterű, a apjának a második felesége, az pedig Budapesten született, és 50-es években menekültek el. Tehát egyrészt Blinken külügyminiszter egy igazán európaiévek mondható, kiválóan beszél franciául, évekig élt Franciaországban is, és hát nyilvánvalóan van valamiféle érdeklődése, reméljük, hogy inkább szimpátiája a Magyarország iránt, de hát ezt a szimpátiát, ezt vagy kultiváljuk, erősítjük, vagy eljátszuk, úgyhogy nem mindegy, hogy Magyarország ilyen vonatkozásban is nem egy ismeretlen, alig észrevett kis ország, hanem ugye akár a visegrádi együttműködés révén is azért figyelmet vált ki minden lépése, úgyhogy sajnos azt sem látjuk, hogy a jelenlegi magyar külpolitikai vezetés jóvá tenni próbálná azt a rosszul sült drukkolást, amit az elnök választás előtt tapasztaltunk. Nagyon szépen köszönöm Jeszenszky Gézának, korábbi külügyminiszternek, volt washingtoni nagykövetnek, hogy bekapcsolódott a beszélgetésünkbe. Én örömmel. Minden jót kívánok önnek. Viszont hallásra sokan. Ránéztem Zoltánra, és úgy láttam, hogy valamit hozzáfűztél volna a nagykövet kinevezési témához. Vagy rosszul láttam? Nagyon jól láttad, de azt hiszem, hogy Jeszenszky Géza külügyminiszter úr nagyon jól összefoglalta mindazt, ami a magyar-amerikai kapcsolatokban zajlik, illetve az amerikai külpolitikában. Egy dolgot mondtam volna még, tettem volna még hozzá, hogy egy nagyhatalom fővárosába való amerikai nagykövet kinevezéséről már valamit tudunk. Úgy tudjuk, hogy Condoleezza Rice korábbi helyettese, Nicholas Burns lesz az Egyesült Államok pekingi nagykövete. Még nem történt meg a meghallgatása, de ezt már tudjuk. Picit csak azt kérlek, hogy a mikrofonhoz gyerek közelebb, mert kevéssé hallunk. És akkor visszakanyarodnék egy picit a progresszívekhez, hisz ott hagytuk abba. Hogy is néz ez ki most ott a demokraták között? Kikkel kell egyensúlyoznia Bidennek, hogy működőképesen tudjon a kormányzásban szerepelni? Igen, tehát ott tartottunk a külügyminiszter úr bekapcsolódása előtt amerikai belpolitikával kapcsolatban, hogy a progresszív oldal, vagy a progresszív baloldal, ahogy te nevezted, ezt szét kell választani. Részben intézményesen is szétválik, részben pedig az ügyek prioritása szempontjából. Tehát amikor progresszív baloldal mondunk, akkor azért gondolunk két dologra. Az egyik, mondjuk, hogy a Bernie Sanders és Elizabeth Warren által vezetett progresszív szárnya a demokrata pártnak, az az, amely gazdasági és szociális kérdésekben egy komoly reformot, fordulatot vár az amerikai kormányzattól, és ez sürget most már évtizedek óta. A gazdagok és a multik felkarolása ellen, illetve felkarolásával szemben, elsőbb a középosztály és a bérből és fizetésben élők felkarolását. Ebbe bele is mehetünk, hogy ez mit jelent, hiszen egyébként a Biden adminisztráció ezeket a célokat már magáévá is tette. A másik pedig, amiről korábban beszéltünk, és ezt is gyakran a progresszív baloldal jelzővel szokták azonosítani, vagy radikális baloldal, vagy a demokrata párt radikális szárnya. Ez pedig, amiről beszéltünk korábban, a BLM, Black Lives Matter, illetve az antirasszista mozgalom. A két progresszív baloldal, amiről beszélünk, részben átfedi egymást, részben pedig külön válik, hiszen például Bernie Sanders és Elizabeth Warren nem nagy harcosai ennek a, hát mi úgy hívjuk, most már magyarul is meghonosodott ez a kifejezés, ennek az identitáspolitikának. Tehát amely elsősorban a faji, illetve bőrszín alapján való identitások hát különbözőségére helyezi a hangsúlyt. Ők nem nagy rajongói ennek, és ők általában a szegénység problémáját sem választják el szegény feketékre és szegény fehérekre, hiszen a szegénység problémája egyaránt érint fehérbőrű és nem fehérbőrű amerikaiakat. Tehát külön kell választanunk azt, amikor beszélünk, és azt gondolom, hogy Biden
nagy részben magáévá tette a tavalyi előválasztási procedúrát követően a Bernie Sanders-féle társadalmi célokban progresszív frakciónak vagy irányzatnak a céljait, prioritásait. Ugye Bernie Sanders volt a fő ellenlábasa, kihívója Joe Bidennek, pontosabban fordítva volt, hát Bernie Sanders vezetett egészen tavaly tavaszig, és Joe Biden egy volt a úgynevezett mainstream-ebb centristább jelöltek közül, és aztán a centristább jelöltek táborából többen visszaléptek Biden javára, és valahogy a centrum, a mainstream demokraták Bidenben találták meg azt a szemét, akit pajzsra emelhettek, és ekkor lett Biden Sanders kihívója, majd pedig megverte Bernie Sanders-t az demokrata előválasztás során, és amikor Biden győzelme már biztos volt, Biden egy békejobbot nyújtott Bernie Sandersnek és a progresszívoknak, és létrehoztak egy task force-ot, és akkor én még nem voltam biztos benne, hogy ez csak egy kommunikációs gesztus, egy kommunikációs trükk, vagy ebből valóban tartalmi együttműködés lehet, és most látjuk az elmúlt 4,5 hónapban, hogy Biden és Sanders csapatai valóban összedugták a fejüket, és valóban egy konszenzusos demokrata platformot alakítottak ki, amiben sokkal hangsúlyosabban szerepelnek a szegénység elleni harc, az egyenlőtlenségek, ezt a szót még talán a mai műsorban nem mondtuk, tehát itt a legfontosabb kihívás, belső kihívás az Egyesült Államokban az a társadalmi egyenlőtlenségek sora, és ebben azt gondolom, hogy magáévá tette a progresszívoknak a programját, miközben, hogy ezt a kört azért ne hagyjuk befejezetlenül, miközben ő, Biden is komolyan veszi a másik csapatnak, a radikálisoknak, az antirasszista mozgalomnak a követeléseit, és ő maga is átérzi, hogy a nem fehérbőrűek milyen diszkriminációban részesülnek minden nap az életben Amerikában. Erről a task force-ról még beszéljünk, és egy kicsit majd boncolgassuk azt, hogy a szegénység elleni harcban milyen konkrét intézkedések fogalmazottak meg, de közben egy picit külpolitikázunk, ugyanis az új adminisztráció hamar egy mély külpolitikai kihívással találta szembe magát. Május 10-11-e környékén a gázai övezetet uraló iszlamista Hamas terrorszervezet borzalmas rakétaesőt zúdított több hullámban Tel Avivre és Izrael központi részére, és hogy ezt vajon hogyan kezelte az új adminisztráció, erről fogunk most beszélni Seres László újságíró publicistával. Szeretettel köszöntelek, ha itt vagy velünk a vonalban. Szervusz, igen, itt vagyok. Szia. Az lenne az első kérdésem, hogy jelzésértékűnek tekinthető-e, hogy Blinken külügyminiszter Izraelbe látogatott, tehát hogy lényegében a válság kellős közepén. Mindenképp jelzésértékű, még akkor is, hogyha kicsit maliciózusan azért hozzá kell tennünk, hogy hát kicsit eltartott ez a kapcsolatfelvétel Izraellel, egyébként Biden részéről is, de fő, hogy megtörtént, fő, hogy most történt meg, tehát persze azután, hogy Izrael vissza tudta verni ezt az újabb, nagyon precízen kiszámított és időben kicentizett terror támadást, illetve ezt a ilyen mini intifádát, amit történt. Azért jelzésértékű, mert én ugye nagyon szkeptikus vagyok mindig, amikor demokrata politikusok Izraellel foglalkoznak, tehát itt egyelőre egyáltalán nem, itt az előttem szóló, sajnos nem tudom, hogy ki beszélt előttem. Fehér Zoltánnal beszélgetünk itt a stúdióban. Okay. Jó, akkor őket is üdvözlöm. Egyáltalán nem úgy gondolom, hogy itt a demokratáknál lefutott meccs az, hogy milyen külpolitikai irányvonalat képviselnek Izraellel szemben. Emiatt is volt fontos gesztus ez, hogy Blinken egyrészt hitettet amellett, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez. Másrészt viszont nagyon problémásnak tartom azokat az üzeneteket, amiket például a palesztin elnökkel, a palesztin hatóságnak tett, hiszen a realitás az, hogy
hogy el lehet mondani a palesztin közönségnek, vagy a palesztin politikusoknak, hogy tovább, hogy Amerika továbbra is a két állami megoldásban gondolkodik. Valójában ez nincs így. Valójában mindenki tudja, hogy az a megoldás nincs napirenden. A palesztin hatóság túl gyenge, a gázai övezetet pedig egy olyan terrorszervezet uralja, amelyik hát nem éppen azért lődözte Izraelt rakétákkal, amiket Iránból importált, meg részben saját maga eszkávált, hogy előre mozdítson a két állami megoldást, hanem hogy egy állami megoldást mozdítson elő, amiben nincs betervezve sem a zsidó állam, sem a zsidóság maga. Néhány mondatban összefoglalnád, hogy a Trump korszaknak mik voltak a legfontosabb vívmányai az amerikai-izraeli kapcsolatokban, és Biden mit tud ebből továbbvinni, vagy remények szerint mit fog ebből megőrizni, továbbvinni? Trumpnak egészen kiemelkedő volt a közel-kelet politikája, és ezt szerintem elég objektíven akkor is meg lehet állapítani, ha egyébként, tehát teljesen független attól, hogy egyébként Trumpról vagy az elnökségéről mit gondolunk. Speciál a közel-kelet, azt én nagyon fontos történésnek is, és kifejezetten sikersztorinak érzem. Első helyen említendő azt, hogy békét teremtett Izrael és számos arab szomszédja között. Tehát ezek az úgynevezett Ábrahám szerződések, tehát az, hogy több arab állam diplomáciai, vagy legalábbis jó viszony szintű kapcsolatot és gazdasági, kereskedelmi, tudományos együttműködést volt hajlandó meglépni Izraellel. Ez szerintem egy nagyon fontos előrelépés. És pont most a gázai háború idején láttuk azt, hogy bár ez ugye egy kihívás volt, és a Hamas nyíltan el is ismerte, hogy erről szólt valójában ez a háború, vagy az arab államokat állásfoglalásra kényszerítse. Most láttuk azt, hogy azok az államok, azok az arab államok, amelyek békét kötöttek Izrael, vagy aláírták ezeket az Ábrahám szerződéseket, nem inogtak meg egyáltalán. Tehát tettek nyilvánvalóan kritikus megjegyzéseket, ezt a vezetőik természetesen meg kellett, hogy tegyék, már csak a saját lakosságuk miatt, vagy a saját választóik miatt is, ha vannak használások ezekben az országban, ezt nem tudom. Bocs, ez volt a poén helye. De hogy ez a kapcsolat, tehát amit Trump hozott tető alá, ez szerintem tartósnak is lesz nevezhető előbb-utóbb, de mindenképpen ígéretesnek. Uh-huh. A másik, bocsánat, csak egy dolog még, ami nagyon fontos gesztus, és ettől láthatóan Bidenék sem akarnak eltérni, hogy kifejezetten üzenetértékű volt az a lépés, hogy áttette az amerikai nagykövetséget Tel Avivból Jeruzsálembe. Erről, ennek egy bizonyos üzenetéről nem nagyon szoktak nyíltan beszélni, ezért hadd tegyem most meg a mindenkori amerikai adminisztráció helyett is. Ennek az az üzenete a palesztinok felé, hogy nem barátaim nektek, nem lesz saját államotok egy hamar, amelynek Jeruzsálem lesz a fővárosa. Ez erről szól valójában. Uh-huh. Tehát ki lehet majd nevezni, tehát az nem, nyilván nem kizárt, hogy előbb-utóbb lesz majd egy palesztin állam, ha majd ők egy kicsit összekapják magukat és leteszik a fegyvert, oké, de Jeruzsálem fővárossal teljesen kizárt. És azért is volt ez jelzésértékű, mert amikor megnevezték Trumpék azt, hogy Kelet-Jeruzsálemnek nevezve egy ilyen kis vigyillót, vagy egy ilyen kis falut fogadjanak majd el a palesztinok a fővárosuknak, hát ez teljesen egyértelmű volt, hogy ebben nem mehetnek bele. Hát ez ők Al-Qudsnak neve, ők a saját fővárosuknak tartják Jeruzsálemet, most még Kelet-Jeruzsálemet, de ebbe az ő számukra természetesen egész Jeruzsálem van benne, ahogy ország szinten is nem abban gondolkodnak, hogy majd a West Banket meg Gázát összekötik ilyen-olyan folyosókkal, hanem hosszú távon természetesen egy Izrael nélküli Palesztinában gondolkodnak, ez ugye látszik a térképeiken is. Most mik voltak a konkrét ígéretei az amerikai külügyminiszternek Gázával kapcsolatban? Hát a legfontosabb ugye a humanitárius segítségnek a küldése, illetve megújítása. Trump leállította ezeket a kifizetéseket részben joggal, hiszen teljesen kontrollálhatatlan volt, tehát sem az amerikai pénzek, amik részben közvetlenül, részben az ENSZ ilyen vicces ügynökségen keresztül jutottak el a gázaiakhoz, részben az EU-s pénzek, egyszerűen nagyon sok eset volt az elmúlt években arra, hogy nem lehet kontrollálni ezeknek a pénzeknek a civil felhasználását. Gázában egy olyan terrorszervezet uralja a
politikát, a közigazgatást, a közszolgáltatásokat, amelyre valóban független NGO-knak, vagy uniós, vagy ENSZ-es szervezeteknek valójában nincs rálátásuk. Tehát amikor most Blinken azt ígérte a gázaiaknak, bocsánat, nem nekik ígérte, a Mahmoud Abbasnak ígérte, tehát a palesztin hatóság közvetítésével akar ezeket a pénzeket majd folyósítani, hogy ezek a rekonstrukciós pénzek, meg a humanitárius segélyek, ezek majd a Hamas megkerülésével lesznek felhasználva Gázában. És hát ugye nem véletlen, hogy ennek részleteit azért nem hallottuk nagyon. Tehát, hogy ezt pontosan hogy képzelik el. Uh-huh. De az, hogy egyébként kell humanitáriusan segíteni a gázaiakat, abban természetesen egyetértek, hiszen a saját hibájukból teljes nyomorban és egy szétroncsolt gazdaságban élnek ott. Addig, amíg nem lesz ott szabadság, demokrácia és piac, addig természetesen segíteni kell őket. Én egyébként feltételekhez is kötném személy szerint ezt a humanitárius segélyt, tehát amíg fönnáll ez a szimbiózus a terroristák és bizonyos civilek között, addig én ezt azért Trumphoz hasonlóan kicsit visszafognám, de természetesen nem az ellen vagyok, hogy akik ott rászorultak, azokat segíteni lehetne. Nagyon szépen köszönöm Seres László újságíró publicistának, hogy elemzésével segített itt megérteni a folyamatokat. Köszönöm szépen, köszönöm hogy velünk voltál. Köszönöm én is. Sziasztok. Szia. Nehéz lesz most innen vissza tekerni a belpolitikába, de ott hagytuk abba, hogy a szegénység elleni küzdelem az egy fontos issú lesz most az amerikai belpolitikában. Nem sokára jönni fognak a hírek, úgyhogy most csak ilyen kis felvillantásszerűen kérdezném tőled, hogy milyen mutatók jellemzik az amerikai társadalmat, tehát hogy mekkora a szegénységnek a mértéke, és mekkorák az egyenlőtlenségek. Itt kifejezetten utaltál rá, hogy a Sanders-féle Task Force-ban van erről szó, hogy az egyenlőtlenségek mérséklődjenek. Igen, tehát Joe Biden tavaly igazából az ő saját életrajzával, renoméjával az establishment, vagy a mainstream jelöltje ként futotta az előválasztások során, de Bident azt hiszem, hogy minden korszakban alulértékelték. Most látjuk, hogy hát kevesebb, mint egy fél év alatt a tavalyi előválasztások és az választási kampány során ő egy nagyon komoly átváltozáson ment keresztül, méghozzá komolyan vette azt, hogy ő le akar ülni a párton belüli ellenfeleivel, le is ült, a Bernie Sanders vezette progresszívokkal, létrehozták ezt a task force-ot, azt mondták, hogy a választási és később a kormányprogram formálását közösen fogják kivitelezni, és én ebben akkor nem is voltam annyira biztos, hogy ez nem csak egy kommunikációs trükk, és most kijelenthetem, hogy ez nem csak kommunikációs trükk volt, komolyan vette, hogy egyrészt a saját belső ellenfeleivel kiegyezzen, másrészt magáivá tette azokat a célokat, amiket elsősorban a Sanders és Warren féle progresszívek visznek évek óta, és aminek bizonyos értelemben a Biden féle centristák, establishment politikusok ellenálltak. Ugye Amerikában gyakorlatilag az elmúlt 40-50 évben egy elképesztő tőkecentralizáció és egyenlőség növekedés ment végbe. A számok azt mutatják, hogy amíg a 70-es években átlagban egy vállalaton belül a legmagasabb és legalacsonyabb keresetőek között 3-4-szeres volt a különbség, ma már ez a különbség 300-400-szoros lehet, és ez gyakorlatilag az egész amerikai társadalmi és gazdaság szerkezetét ma már áthatja. Iszonyatos egyenlőségek vannak ezek az óriás vállalatok, ismerjük őket, Amazon, Google, Facebook, ExxonMobil és a többiek, amelyeknek a tulajdonosai és a vezetői elképesztő jövedelemmel rendelkeznek, miközben a saját alkalmazottaiknak gyakran a minimálbér sem fizetik ki. Az egyik még egyelőre meg nem valósított programpontja a demokratáknak Biden vezetésével, hogy
a szövetségi minimálbért felemeljék 15 dollárra, ez a szövetségi minimál órabér 15 dollárra, ez nem sok pénz. Ez nem sok pénz, és még mindig nem tudták elérni, hogy ez felemelkedjen a márciusi stimulus, úgynevezett stimulus csomagban, tehát amit alapvetően a koronavírus járvány és a nyomában járó gazdasági visszaesés ellentételezéseként megállítása érdekében hoztak, abban nem tudták elfogadtatni. Innen fogjuk folytatni a nem sokára érkező hírek után. Maradjanak velünk! Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő show-ja. Szóljon hozzá ön is! Mondja el véleményét! Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. Köszönöm, hogy a második órában is velem tartanak, és képzeletben átrepülnek velem az Atlanti-óceán túlpartjára. Vendégem itt a stúdióban Fehér Zoltán, diplomata, politikatudós, a Fletcher School Stratégiai Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársa, akivel ott hagytuk abba, hogy bizony nagyok az egyenlőtlenségek az Amerikai Egyesült Államokban, sőt tulajdonképpen a legnagyobbak, ha lehet mondani így a fejlett világban. És ezt most valahogy csökkenteni kívánja az új amerikai vezetés. Viszont egy érdekes dologra hívtat föl a figyelmemet itt az adásszünetben, hogy az külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy az amerikai dolgozók érdekeit kell képviselnie az amerikai külpolitikának, vagyis a külpolitika valamilyen szinten az egyenlőtlenségek csökkentésének szolgálatába állítható. Mit jelent ez szerinted? Igen, ez nagyon fontos kijelentése Tony Blinken amerikai külügyminiszternek, amikor vázolta az új amerikai külpolitika alapjait, akkor felhívta arra a figyelmet, hogy a demokraták nem olyanok, mint a bourbonok, ezt már én teszem hozzá, hogy nem tanultak semmit, és nem is felejtettek, hanem bizony tanultak, és szó szerint azt mondta, hogy közülünk többen korábban erősen támogattuk szabadkereskedelmi egyezmények létrehozását, mivel úgy véltük, hogy azoknak a gazdasági előnyeiből az amerikai emberek is részesülnek majd. A mostani megközelítésünk más lesz, küzdeni fogunk minden amerikai munkahelyért és az amerikai dolgozók jogaiért, védelmiért és érdekeiért. Ugyanis a hidegháború utáni konszenzus az amerikai politikában az a demokratákat is a szabadkereskedelem nem is csak a pártjára állította, hanem bajnokaivá tette. Ugye a hidegháború utáni, a 90-es évek elejé konszenzus a világban is az volt, a nyugati világban elsősorban, és így az amerikai külpolitikában az volt, hogy most már nincs Szovjetunió, vége a hidegháborúnak, nem egymással fogunk küzdeni, hanem globalizáció van, összeérnek, összenőnek a gazdaságaink, és mindenki csak a meggazdagodására koncentrálhat. És ennek egyik eszköze a globalizáción túl a szabadkereskedelem. És ma már tudjuk 30 év után, hogy a szabadkereskedelem az önmagában egy pozitív része a nemzetközi rendnek, de nem tesz mindenkit gazdaggá, és nem teszi a társadalmainkat egyenlőbb, és nem erősíti meg a középosztályokat. Ellenkezőleg az elmúlt 30 évben azt láttuk, hogy a belső szabályozás nélküli szabadkereskedelem az gyakorlatilag egy csomó gazdaságot kiszolgáltatottá tett, többek között felemelte Kínát, hiszen Kína gyakorlatilag dömpingszerűen olcsón előállított áruit viszi mindenhová, függővé is teszi ezeket a gazdaságokat és társadalmakat, miközben a nyugati manufaktúra, a nyugati gyártás az elsorvad, többek között ezt Amerikában kínosoknak hívják, gyakorlatilag a kínai verseny miatt az amerikai gyártóipar egy jelentős része, számos ágazat, az gyakorlatilag eltörlődött a földszínéről. És ezzel gyakorlatilag egy csomó amerikainak megszűnt a munkahelye, ez elsősorban a középosztályt és a bérből és fizetésben élőket érintette. Ez elszegényedést hozott, kilátástalanságát hozott, a globalizációval kapcsolatos illúzióvesztés hozta, és gyakorlatilag elhozta nekünk a jobboldali populizmust, ezt a nacionalista populizmust, amit Donald Trump szimbolizál.
És a demokraták is beleestek ebbe a csapdába, ők is korábban ők a középosztály és a munkásság pártja voltak. Össze voltak nőve az 50-es, 60-as, 70-es években a szakszervezeti mozgalommal, az amerikai szakszervezeti mozgalommal. A munkásság, az alul lévők érdekeit képviselték. Nagyon régóta a nem fehérbőrűek érdekeit képviselik, a feketék, különösen a szegény feketék érdekeit képvisel. Ehhez képest pont az a fordulat, ami bekövetkezett az európai baloldalban is, többek között Tony Blairnek a centrum felényítása, az Clintonnal eljött az amerikai baloldal számára is, ő is nyitott nagyon erősen a centrum és a jobboldal felé, és gyakorlatilag beállt ebbe, és ez nem Clinton hibája, ahogy mondtam, ebbe a széles értelmiséget és politikai eliteket is magába foglaló ilyen hurrá optimista konszenzusba, ami a hidegháború után kialakult, ami a globalizációt és a szabad kereskedelmet istenítette. Ezt szeretné korrigálni a Biden adminisztráció, és ez emiatt mondja Blinken külügyminiszter és Biden elnök is azt, hogy mostantól a külpolitika nem csak külpolitika, a külpolitika belpolitika és meg gazdaságpolitika is. Erről Clinton már annak idején beszélt, sőt Obama programjában is szerepelt, de talán... Egy kicsit egyébként a America First is ezt jelentette, nem? És valószínű, hogy Bidenéknál ez a cél és ez a megfogalmazás, az arra is reagál, hogy ki akarják fogni egy picit a jobboldali populizmus és a trumpizmus vitorlájából a szelet, és ők is szeretnének újra beszélni az amerikai munkássághoz, akik egyébként pont a fehér munkásság, az alul lévők, az elszegényedőben lévő sokszor munkáját elvesztett amerikai dolgozók voltak Trump egyik, és most is Trump egyik legfontosabb támogatói bázisa. Tehát valószínű, hogy ennek belpolitikai hatalmi mozgatórugói is vannak, de az biztos, hogy az amerikai külpolitikának ezt a hurrá optimista, picit idealista korszakát ezzel le akarják zárni, hiszen látjuk, hogy önmagában a szabadkereskedelem és önmagában a globalizáció nem volt meg semmit, sőt, irdatlan mértékű egyenlőtlenséget hozott az összes nyugati társadalomban. Amit tapasztalunk Magyarországon és máshol Európában is az egyenlőtlenségeket, az gyakorlatilag Amerikában, ahogy te is mondtad, talán még jobban érzékelhető, és emiatt Bidenék a külpolitikát is úgy szeretnék alakítani, hogy ez jó legyen az amerikaiaknak, és a külpolitika meg a belpolitika ne váljon el egymástól. Már itt említetted, hogy Kína szépen megnőtt. Hogyan fogja Biden folytatni, vagy teljes más irányt vált a Kína politikában? Akik ismerik a megszólásaimat és az írásaimat, tudják, hogy én egy kezdetektől nagy kritikusa vagyok Trump elnöknek, és pont amiatt, hogy az én kutatói és elemzői objektivitásom érzékelhető legyen, mindig elmondom, hogy én a kezdetektől alapvetően jónak tartottam a Trump külpolitikai bizonyos részeit. Itt elhangzott korábban Seres Lászlótól a közel-kelet politikának bizonyos elemét, még azokból is tartottam bizonyos dolgokat jónak, bizonyos dolgokat rossznak. A Kína politikát, legalábbis a felismerését annak Trumpék részéről, hogy a kommunista Kína az nem egy stratégiai partner, vagy egy másik szereplője a nemzetközi rendszernek, hanem egy stratégiai versenytárs, sőt, egy ellenfél, azt én nagyon pozitívnak tartottam, és alapvetően azt gondoltam, hogy a Trump-féle Kína politika egy stabil felismerés bázisán áll, a megvalósításában már valószínű eltért a véleményem a konkrét intézkedésekben, az adminisztrációtól, de még ezen belül is voltak olyan kinyilvánított kommunikációk, illetve olyan lépések, gyakorlati diplomáciai és gazdaságpolitikai lépések, amivel egyetértettem. Bidenéktől sokan azt várták, mert elhitték a republikánus propagandát, hogy mivel Bident többek között hírbe hozták a fián keresztül, Hunter Bidenen keresztül kínai érdekeltségekkel, sőt azt mondták, hogy ő a kínai vezetés zsebébe van. Tehát sokan elhitték, hogy Biden
gyenge lesz Kínával szemben, sőt, a republikánusok azzal kampányoltak, hogy Kína a legfőbb riválisunk, ezzel egyetértek, tehát Amerika legfőbb riválisa, viszont Biden megválasztása nagyon veszélyes, mert gyenge lesz, puha lesz vele szembe, ez nem jött be, és ezt én annak idején tehát is... Tehát ez már a 4 hónap leforgása alatt, ez már látszik, hogy... Sőt, én ezt már októberben megírtam, vagy novemberben, hiszen a demokraták és a republikánusok között, legalábbis a kongresszusban 4 és annál több éve, de az elmúlt 4-5 év során is konszenzus volt a Kína politikában. Itt inkább az adminisztráción belüli vélemények tértek el, de a demokraták legalábbis, amit jeleztem, azt a felismerést és azt a ráfordulást a Kína kihívásra, amely a Trump adminisztráció külpolitikának alapját jelentette, abban egyetértettek és támogatták Trumpot, és ebből lehetett tudni, hogy Bidenék nemhogy nem fognak felpuhulni Kínával szemben, hanem ugyanolyan kemények lesznek, sőt, én azt mondom, hogy Bidenéktől egy keményebb Kína politikát lehet várni, ez meglepő lehet sokak számára, megmondom miért, gondolom így. Trump külpolitikájának a legfontosabb ahilleszíne, a legfontosabb gyengesége az a következetlensége és a kaotikussága volt. Tehát Trump maga is impulzív volt, a Twitteren kinyilvánított bizonyos dolgokat, emlékszünk rá, hogy fire and fury, tehát tűz és harag száll majd Észak-Koreára, aztán pedig szerelmes leveleket váltottak Kim Jong-unnal. Ez történt az orosz politikában is, egyrészt az impulzivitás, tehát hogy Trump maga is változtatta az álláspontját, Kínával kapcsolatban is egyébként. Többször elmondta, hogy milyen jó az együttműködés Xi Jinpinggel, a kínai elnökkel. Ez volt ugye Oroszország kapcsán is, itt elsősorban azért, mert az adminisztráció egy része orosz, tehát Putyin ellenes volt, vagy sokkal keményebb politikát vittek volna, Trump pedig barátkozni szeretett volna Putyinnal. És ez az utóbbi elem, tehát az adminisztráción belüli káosz, az, ami miatt szerintem a Kína politika nem lehetett sikeres a Trump adminisztráció alatt, meg egy picit ideológikus is volt, ideologizált is volt. Bidenék most egy határozott kontúrokkal rendelkező nemzetbiztonsági stratégiát formálnak. Megjelent az úgynevezett Interim Strategic Posture dokumentum, tehát az időközi stratégiai pozíció dokumentum, ami az Egyesült Államoknak a stratégiát, egy hivatalos stratégiája helyében most egy átmeneti stratégiát kinyilvánít a Biden adminisztráció részéről, és dolgoznak azon, hogy egy stratégia mentén formálják az Egyesült Államok és Kína versenyét amerikai részről. Tehát magyarul nem lesz olyan impulzív, nem lesz olyan kaotikus, hanem egy stratégia mentén, egy határozott vonal mentén fogják formálni a Kína politikát, de kemények lesznek. Az milyen konkrét intézkedésekben nyilvánulhat meg ez a keménykedés? Ugye még nem derült ki, hogy pontosan mikhez nyúlnak ők. Egyelőre nem oldották fel a Kína elleni kereskedelmi szankciókat. Ezzel kapcsolatban pont Cory Shake, egy nagyon meghatározó kül- és biztonságpolitikai szakértő kritizálta őket a napokban az Atlantic hasábjain, pont amiatt, mert ezt a merkantilista, protekcionista irányvonalat folytatják az ő értékelése szerint, ami igazából az amerikai értékekkel szembe megy. Meglátjuk, hogy feloldják-e a kereskedelmi szankciókat. Egy biztos, hogy Blinken külügyminiszter kijelentette, hogy Kínával versengőek lesznek, ahol ennek helye van, ellenségesek lesznek, ahol muszáj, és együttműködőek lesznek, ahol lehetséges. Tehát szétválasztják azt, ahol versengésről van szó, tehát gazdasági versenyről, vagy szétválasztják azt, ahol kifejezetten katonai ellenségek, ellenfelekről van szó, ahol a versenynél már egy sokkal erősebb szembenállás jellemzi a kapcsolatot, többek között a katonai és a politikai szférában, vagy a kiberszférában, és megpróbálnak nagy globális kérdésekbe, többek között a klímaváltozás ügye ellen együttműködni Kínával. Ne felejtsük el, hogy
az Egyesült Államok és Kína megegyezése nélkül abban a témában, ami szerintem a leginkább veszélyezteti az egész emberiségnek a jövőjét, mégpedig a közeljövőjét, mindannyiunkét, a klímaváltozásban, a globális felmelegedésben, ebben nem lehet előrelépést tenni. Tehát gyakorlatilag a nemzetközi közösség, az Egyesült Államok és Kína közötti megegyezés nélkül nem tud haladni, és erre is tettek egy innovatív, kreatív lépést Bidenék, tehát nem csak kijelentették, hogy a külpolitika és a belpolitika mostantól összefügg, hanem azt mondták, hogy a klímaváltozás az elsődleges nemzetbiztonsági fenyegetések közé tartozik, és ezért az NSC, tehát a Nemzetbiztonsági Tanács snábjába klímapolitikai cárnak, hát ez inkább egy zsargon, szakzsargon, egy klímapolitikai koordinátornak kinevezte Biden, a korábbi külügyminiszter John Kerryt, hogy ő próbálja tető alá hozni a következő klímapolitikai megállapodást, ami nagyon nehéz lesz, mert még egyszer mondom, Kínában nagyon nagy versengés, nagyon rosszak jelenleg a kapcsolatok többek között. A COVID miatt, a kereskedelmi szankciók, tehát a kereskedelmi tarifák miatt, és egyidejűleg Kínával pedig a klímaváltozásban együtt kellene működni. Azt tudjuk, hogy Kína nem csak Oroszország, hanem Kína is nagyon komoly kibertámadásokat hajtott és hajt végre az Egyesült Államok ellen, ez egy nagyon fontos téma, amit Amerika, hát ami miatt Amerika mindenképpen visszaüt, és figyelmezteti Kínát, hogy ez kerülje el, de Kínát több emberi jogi ügyben, többek között az ujgurokkal szembeni atrocitások miatt is egy nagyon komoly nyomás alá helyezi. És arra készül a Biden adminisztráció, legalábbis ez a tervük, ez a szándékuk, hogy Kínával szemben ne egyedül, hanem a szövetségesekkel együtt tudjanak fellépni. Na, hogy lesz a szövetséges a Magyarország ebben a kérdésben, arról megkérdezem most Szent Iványi Istvánt, egykori diplomatát, külpolitikai szakértőt, aki itt van velünk a vonalban. Hello. Igen, itt vagyok. Jó napot kívánok. Önöket is, és hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Gondolta-e volna, hogy ekkora fordulat áll be a magyar külpolitikában, hogy az atlanti érdeklődés szépen elapad, és Kína felé fordul a magyar külpolitika érdeklődése? Lehetett erre számítani, mikortól látszik ez igazán? Az első jelek azok a 2010 után jelentek meg. 2011-ben beszélt először Orbán Viktor a keleti nyitás politikájáról, és abban már megjelent Kína. Azt megelőzően egyébként meg kell mondjam, hogy az egész magyar külpolitikai elit, tehát itt pártállásra való tekintet nélkül ideérte a Fideszt és Orbán Viktort, és alapvetően atlantista volt. Tehát Magyarország külpolitikai orientációját az atlantizmus, azaz a nyugat iránti elkötelezettség határozta meg, 1990 és 2010-2011 között. Utolsó mohikánként Martonyi János még ezt képviselt egyébként, sőt azt kell mondjam, még Németh Zsolt államtitkár is a külügyminisztériumban, de ők már utóvét harcot folytattak, mert 2011-től meghirdették a keleti nyitás politikáját, ennek Orbán Viktor volt a mentora, de már ott szorgoskodott mellette államtitkárként a miniszterelnökségen Szijjártó Péter, aki ennek az élharcosa volt. Aztán 2014-ben a tusványosi beszédben mindent világossá és egyértelművé tett Orbán Viktor, ez volt az a híres illiberális államot építünk beszéd, ahol el is mondta, hogy a sztár országok számára azok Kína, Oroszország, Törökország, tehát ott már egyáltalán is leplezte a szándékot, hogy ez lesz az új orientáció és az új irány. Tehát itt történt egy nagy orientációváltás a magyar külpolitikában, míg 1990 őszétől Antal József és Jeszenszky Géza által közösen jegyzett fehér könyvben fektették le a 1990 és 2010 közötti magyar külpolitika hármas prioritás rendszerét. Hát ugye itt van egy ellenmondás a prioritásból, csak egy lehet, de akkor inkább azt mondanám, hogy a három fő cselekvési területét. Ez ugye egyértelműen az euróatlanti integráció volt, a szomszédsági politika és a határok túli magyarság. Ezt írta felül a keleti nyitás politikája, ahol már az euróatlanti integráció nem számít kiemelt célkitűzésnek, hanem a kelet felé fordulás, és hát ennek ezernyi jele van, a Magyarországnak csatlakozása a
a Selyem úthoz, vagy a más néven az egy év, egy út kezdeményezése, ugye ez a Belgrád vasút, ennek folyamánya a mostani Fudán Egyetem, ugye a Belgrád Budapest vasút építése, és hát az aktív diplomát éppen most, ugye tegnap is Szijjártó Péter, aztán 12. alkalommal járt Pekingbe, találkozott a kínai külügyminiszterrel, és hát Orbán Viktor is jól néhányszor ott járt, megkoszorúzta a kommunizmus mártírjainak az emlékművét, és hát minden módon kifejezése juttatta az elkötelezettségét. Emögött egy olyan ideológiai elképzelés áll, hogy a nyugatnak bealkonyult, nyugatnak vége, most jön a kelet. De gondolja, hogy ilyen ideológia van mögötte, nem pusztán arról van szó, hogy most már az Európai Unióban is beállt egy fordulat, és jogállamisági feltételek mentén lehet hozzájutni a következő költségvetési ciklusnak a forrásaihoz, illetve ugye magához az újjáépítési alaphoz, és mivel azok macerásak, sok benne a Orbán számára kellemetlen feltétel, olyan országok felé nyit, amelyik ahonnan úgy tud hitelt felvenni, hogy ők nem fognak jogállamisági feltételeket számon kérni rajta, tehát hogy ez nem ideológiai, hanem pusztán anyagi kérdés. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő benne van. Most nyilván, amire ön utal, az igaz, tehát most fölgyorsultak ezek a törekvések annak függvényében, hogy hát, ha nem tudnak annyi pénzhez jutni az Európai Unión keresztül, mint amennyire szeretnének. De én azt hiszem, hogy az ő céljuk az, hogy innen is, onnan is annyit szereznek, amennyit lehet. Tehát én továbbra is fenntartom. Tudom, sokan azt mondják, hogy itt semmi ideológia, semmiben nincs, csupán mindent az anyagi érdekek, méghozzá nem is feltétlenül az ország, hanem egy szűk hatalmi kör anyagi érdekei mozgatnak. Ebben sok igazság van, de azért ez nem a teljes igazság. Én úgy láttam, hogy Orbán Viktornak van valamiféle elképzelése erről, ezt azért többször meg elmondta, kifejtette. Tehát ő valóban hisz is abban, hogy abban biztosan, hogy a liberális demokráciáknak már vége, azok nem alkalmasak arra, hogy a kor kihívásaira feleljenek, mondja ő, de hát valójában arra, hogy Magyarországon kizárólagos hatalmat lehessen gyakorolni, és hát ebből kézenfekvően adódik egy olyan kapcsolatkeresés, ahol ami hát rokon hatalmi struktúrákkal kapcsolatos, tehát nem véletlenül az illiberális államok felé fordul és velük keresi a kapcsolatot. Egyrészt azok valóban nem kellemetlenkednek olyan kérdésekkel, hogy mi van a jogállamisággal, demokráciával, sajtószabadsággal. Másrészt meg van is egyfajta rokonság a hatalomgyakorlásban. Sokan foglalkoznak ezzel, magyar kutatók is, például a Magyar Bálint nemrég egy ilyen könyvet is publikált, hogy milyen hasonlóságok vannak az illiberális rendszerekben, és ezek részben abból adódnak, hogy másolják egymást, részben pedig abból adódnak, hogy természetszerűleg ezeket a dolgokat nem nagyon lehet másképp csinálni. Tehát mindenki hasonló módon csinálja, mert aki le akar építeni demokráciát, arra nincs túl sokféle eszköztár, az nagyjából hasonló eszközökkel lehet megvalósítani. Mennyire látja veszélyesnek ezt a orientációváltást, tehát a szövetségesi politikában mikor jön el az a pont, amikor azt mondják a szövetségesek, hogy hát figyelj, hogyha így viselkedsz, akkor kívül találod magad hamar? Szerintem most már nagyon közel vagyunk ehhez a ponthoz, és itt nagyon fontos figyelmeztetést kapott a magyar vezetés Heiko Maastól, a német külügyminisztertől, és Armin Laschettől, aki könnyen lehet, hogy Németország új kancellárja lesz ősztől, ugye ő a CDU kancellár jelöltje és a CDU elnöke. Mind a ketten nem csak egyszerűen felháborodtak azon, ahogy a Magyarország külpolitikai kérdésekben viselkedik, ez különösen akkor egy Európai Uniós határozat vétója kapcsán merült fel a Hongkonggal kapcsolatos, tehát ez is Kínával kapcsolatos határozat magyarországi vétójával kapcsolatban, vagy magyar kormány általi vétójával kapcsolatban merült fel, hanem azt mondták, hogy ez már fölveti azt a kérdést, hogy hova tartozik és mit akar Magyarország. Ez azért egy nagyon figyelmeztető jel, hogy Európa legmeghatározóbb és legbefolyásosabb országának két kiemelten fontos szereplője, a külügyminiszter és egy majdani kancellár, vagy hát egy jelenlegi kancellár jelölt és esetleges kancellár figyelmeztette Magyarországot, de már korábban is lehetett hallani olyan híreket, hogy Magyarországgal szemben fenntartásokat fogalmaznak, meg a NATO köreiben voltak olyan hírek, ezeket én nem tudtam ellenőrizni, de voltak olyan hírek, hogy bizonyos információkat már meg sem osztanak a magyar vezetéssel, mert attól tartanak, hogy ezek tovább szivárognak, vagy tovább jutnak. Tehát én azt gondolom, hogy itt már a tűzzel folyik a játék, és már a határhoz nagyon közel vagyunk.
És nem tudom, hogy ennek a vezetésnek körülbelül lenne hitele ahhoz, hogy ezt megváltoztassa. Mert ez most nem egy pillanatnyi dolog, hanem egy évek alatt felépített politika, amit folytat az Orbán kormány. Tehát ezt most egy pillanat alatt megváltoztatni szerintem nem lehet. Ezt egy hosszú és szívós, kitartó munkával lehet, illetve hát amennyiben jövőre itt egy jelentős változás lesz, az nyilván egy új fejezetet jelent és új lapot nyit. Mikor Orbán Viktor győzelemre törekszik, tehát a 2022-es választásnak a megnyerése a célja, ha ezzel a fejjel gondolkodunk most, hogy azért a Fidesznek mégsem érdeke az, hogy megrontsa a frissen választott amerikai elnökkel a viszonyt, akkor ő milyen lehetőségeket lát a kétoldalú kapcsolatokban, tehát a magyar-amerikai kapcsolatokban elképzelhető-e, hogy azért valamennyi közeledés várható, pusztán egyébként józan megfontolások okán is? Szerintem ez elképzelhető, hogy a felszínen javítható a kapcsolat, de hát ez a magyar kormánynak aktívan kell lépéseket tenni. És hát erre semmilyen jel nem látszik. Ebben a pillanatban semmilyen jel nem látszik, én nem látok legalábbis ilyet. Tehát például ez az egész Fudán ügy, meg most már bejelentették azt, hogy két kínai bank jön, bejelentették azt, hogy a vakcinagyárba is kínai vakcinákat gyártanak. Tehát mintha egyre mélyebbre menne Magyarország, miközben, hát arról hallottam, hogy Fejér Zoltán barátom nagyon alaposan és kimerítően beszélt, hogy a mai amerikai külpolitikának a középpontjában a Kína által támasztott fenyegetés és kihívás áll. Tehát azért látni kell, hogy ez az a pont, ahol a leginkább konfliktusos lehet a viszony. Nem csak Amerika és Kína között, hanem Amerika olyan szövetségesei között, akik Kínához közelednek. Tehát én nem látom ennek a jelét, de ezt meg lehetne teremteni, de ez csak a felszín. Tehát hadd mondjak valamit, ami azt hiszem lényeges, és talán kíváncsi is lennék Zoltán véleményére, aki ezt legalább szerintem nagyon mélyen látja és alaposan látja a dolgot. Az igazi problémát a magyar-amerikai kapcsolatokban nem is a felszínen látom, hanem a mélyben, a struktúrában. Tehát én azt érzékeltem, hogy mi korábban, a 2000-es évek közepéig egy nagyon szoros és jó kapcsolat volt, nem csak a politikusok felső régióiban, hanem a szakértők között, diplomaták között, a média világában, az akadémiai elitben. Tehát mindenkiben, aki meghatározta azt a klímát, hogy mi a kapcsolat a két ország között, kifejezetten egy pozitív viszonyulás volt Amerikában Magyarország iránt. Egy kedvenc országnak számított 90 és 2000-es évek közepe között. Hozzáteszem, hogy ez elkezdett romlani, ez nem az Orbán kormány alatt kezdett el romlani, ez 2005-2006 után ment lefelé, ugye akkor is volt egy olyan kísérlet, hogy Gyurcsány Ferenc kormánya részéről, hogy mind a Nabucco vezeték, gázvezeték elutasításával, mint hát ugye ő is tárgyalt már a Paks bővítéséről, és neki is voltak érdekes találkozói Putyin elnökkel. Tehát azért itt már elkezdődött egy erózió, de hát messze nem ott tartottunk, mint 2010 után. 2010 után ez nagyon felgyorsult, és átmenetileg ezt a Trump időszak alatt azt mondhatom, hogy stagnált, de nem hozta meg azt, amire Orbán Viktor és stábja számított. Tehát ők azt gondolták, hogy a Trump időszak alatt itt világba szökkennek a kapcsolatok, és újból létrejönnek a magas szintű és szoros kapcsolatok. Ez nem történt meg, de valóban javultak, mert ugye a Trump adminisztráció számára az olyan kérdések, mint jogállamiság, demokrácia, sajtószabadság, emberi jogok, hát nem számítottak igazán fontosnak. Mondjuk az nagyon meglepő, hogy elengedték a CEU-t. Tehát azért az egy stratégiai kérdés, hogy itt Magyarországon volt egy amerikai egyetem, és azt így ki lehetett golyózni, azon én csodálkoztam, hogy ezt igen, így hagyta. Igen, de csak a Trump időszak alatt történhetett meg, tehát ez nem történt meg most, meg az előtt se, tehát nagyon komoly következményei lennek. Ugye azért tudni kell, hogy Trumpnak szintén nagyon rossz véleménye volt Soros Györgyről, és hát ez kölcsönös volt ez a vélemény Soros Györgyel. Csak ilyenkor azt gondolná az kívülálló, hogy az, hogy mégiscsak egy amerikai állampolgár arról beszélünk Soros György esetében, és egy filantróp személyről, aki hát azért Amerikában nagy népszerűségnek körvend, még akkor is, hogyha neki politikai ellenfele, tehát Trumpnak, és hogy ez az érték, ez a egy nemzethez tartozás, ez felülírja azt, hogy egyébként politikailag mit gondol róla egy másik országnak a miniszterelnöke.
Ez teljesen jogos felvetés, és az általában így is van, de ez itt a legutóbbi időben nem így volt. Tehát az látható volt, hogy maga a nagykövet is, akit ugye hát ismertünk, és ő maga is többször nyilatkozott ebben. Hát persze a szükséges morgás az megvolt, de igazából elengedték. Tehát ők ebben nem léptek föl komolyan és keményen, ezért is lehetett ezt így megtenni, mert többen következmények nélkül gyűzték el a CEU egyetemét. Ez nyilván nem így történt volna egy más adminisztráció, nem is feltétlenül csak demokrata, hanem egy másik típusú republikánus adminisztráció esetében sem. Ez valóban egy érvesztés az Egyesült Államoknak Magyarországon. Na most visszatérve csak egy mondat erejéig, amit akartam mondani, tehát itt az a probléma, hogy a mélyben megromlott minden. Tehát aki ismeri ezt a mélységet, és Fejér Zoltán barátom ezt nálam is sokkal jobban ismeri, de nekem is vannak tapasztalataim. Tehát azokat a meghatározó think tankereket, tehát a politikai műhelyeket, akadémiai életet, diplomatákat, hogy mit gondolnak ma Magyarországról, első persze a magyar kormányról, de sajnos ez rávetül Magyarországra is, és mit gondoltak 15-20 évvel ezelőtt, az látja a döbbenetes különbséget, és azt, hogy itt romlott el nagyon valami, és azt a kivételezett, privilegizált helyet, amit mi elfoglaltunk még a 2000-es évek elején is az amerikai külpolitikai gondolkodásban, azt elveszítettük, és azt szerintem sajnos hát szinte lehetetlen lesz helyreállítani, mert ez egy történelmi különlegességnek köszönhettük a rendszerváltásban betöltött szerepünknek és érdekességünknek. Tehát itt egy olyan rombolás történt, ami messze túlmutat azon, hogy mi van a felszínen. Hogy a felszínen mosolyognak és egyességeket kötnek, vagy éppen egy kicsit vicsorognak egymásra. Ez soha nem számít annyit, mint amennyi a kapcsolatok infrastruktúrájában, a vélemény klímában jelenik meg. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez egy tőke, ez egy érték, amivel mi rendelkeztünk nagyon sokáig. Tehát mi mindannyian, én magam is voltam számtalanszor meghívottja olyan tanácskozásoknak, értekezeteknek, nem csak Magyarországról, hanem a térségről szólt, és itt figyeltek ránk, fontosak voltunk, hogy mit gondolunk, és hát ez ma már nincs így, és ez nagyon nagy baj. Nagyon szépen köszönöm Szent Iványi Istvánnak, egykori diplomatának, külpolitikai szakértőnek, hogy bekapcsolódott a beszélgetésünkbe. Én is köszönöm. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Nagyon bólogattál. Bólogattam. Szent Iványi István az egyik legfelkészültebb és legtapasztaltabb külpolitikus a Magyarországnak. Ugye volt külügyi államtitkár, volt a külügyi bizottság elnöke az országgyűlésben, volt Ljubljanai nagykövetünk, tehát ő nagyon-nagyon sok mindent nagyon jól és mélyen lát. Kicsit elkeseredtem, hogy azt mondta, hogy ez most már nem biztos, hogy reparálható lesz ez az amerikai-magyar kapcsolatokban ez a viszony. Nagyon nehéz reparálni, nagyon nehéz reparálni. Valóban sok kárt szenvedett ez a viszony. Én magam, és erre utalt Szent Iványi István is, körülbelül 20 éve veszek részt az amerikai-magyar kapcsolatrendszer alakításában, diplomataként, egyetemi emberként, és én is látom ezeket a jeleket. Ugye az egyik vonal, vagy az egyik jellege ennek a romlásnak az az, hogy amikor én a 2000-es évek második felében Washingtonban a magyar kormányzatot, az akkori magyar MSZP-SZDSZ kormányzatot képviseltem karrierdiplomataként, hiszen 7 különböző színű és vezetésű kormánynak dolgoztam. Ez az, amit egyébként karrierdiplomaták csinálnak. Én akkor egy MSZP-SZDSZ kormányt képviseltem a kollégáimmal, nagyköveteimmel együtt, és akkor nekünk rendkívül jó kapcsolatunk volt az akkori Bush kormányzattal, ami egy konzervatív kormányzat. Ezzel azt szeretném érzékeltetni, hogy itt valami eltört az utóbbi 15-20 évben, ami az rendszerváltás utáni első két évtizedben, másfél évtizedben jelen volt, méghozzá, hogy a kormányt alkotó pártok színezetétől függetlenül a magyar és amerikai kormányzatok partnert látnak egymásba, és partnerként dolgoznak együtt, és teljesen mindegy, hogy az egyik oldalon jobb oldali, a másik oldalon baloldali kormányzatok állnak. Úgy mikor tűnik, tört ez el, szerinted? Én azt gondolom, hogy a politikai polarizációnak a,
az erősödésével tört ez el, tehát ezt... Tehát nem lehet így felelőst kijelenteni, hogy... Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 év ebben nagyon erősen benne volt, nem, de nem csak magyar oldalról. Én azt gondolom, hogy a Trump adminisztráció, meg egyáltalán az amerikai belpolitikának a polarizálódása is nagyon erősen belejátszott ebbe. Ehhez a partner kormányzatoknak és pártoknak valahogy viszonyulniuk kell. Például ehhez a Trump-féle politikához és ideológiához, hát csak néhány hasonlóan gondolkodó kormányzat tudott pozitívan viszonyulni. Egyetértek Jeszenszky Géza a külügyminiszterrel, hogy az a cél természetesen, és azt kívánjuk mindannyian, akik ebben a kapcsolatrendszerben mozgunk, hogy mindig kormányzatoktól és kormányok színétől függetlenül partneri kapcsolat legyen, de úgy érzem, hogy nem csak a magyar-amerikai kapcsolatokban tört el valami, hanem általában a nyugati világ politikájában tört el valami, hogy nem nagyon értünk egymás, nem nagyon értjük egymás szavát, ha különböző oldalakon állunk. Szerintem ez az egyik dolog, hogy egy baloldali kormányzat, amerikai kormányzat nehezen működik együtt egy jobboldali magyar kormányzattal, vagy egy baloldali magyar kormányzat, egy baloldali amerikai kormányzattal. Tehát a különböző színű magyar és amerikai kormányzatok korábban jól együttműködtek, most nem találják a közös hangot. A második dolog, ahol ez érzékelhető, ez a romlás, az valóban Magyarország megítélése. És ahogy Szent Iványi István mondja, nem csak a magyar kormány vagy a magyar kormánypártok megítéléséről van szó, itt mindenképpen az országgal azonosítják a kormányzati politikát, és azt kell mondjam, hogy vélt vagy valós okoknál fogva, de minden esetre demokrata és republikáns oldalon is az ember, ha Amerikában jár, nagyon sokszor hallja Magyarországot negatív színben feltüntetve. És ez tehát akkor republikánusokra is igaz? Abszolút, ez így is van, tehát azért sikerült republikánusokat is elidegenítenünk, miközben azt el kell ismerni, hogy a magyar kormány igyekezett évek óta, nem csak a Trump adminisztráció alatt, hanem előtte is, és azóta is építeni republikánus szövetségeseket. Tehát ilyenek is vannak, és ezt én minden, hogy mondjam, pártállástól függetlenül pozitívnak tekintem. A harmadik tényező szerintem, amit itt ki kell emelni, amit szintén Szent Iványi István megpendített, ez pedig a Kínához és Oroszországhoz való viszonyunk. És valóban én washingtoni diplomaták, magyar diplomataként szolgáltam, amikor kiderült, hogy az akkori kormány, a Gyurcsány kormány elkötelezte magát a déli áramlat mellett a Nabukkóval szemben, és Putyin orosz elnökkel egy paktumot kötött, és megerősíthetem, hogy ez már akkor is kiverte erősen a biztosítékot Washingtonban, ez még a Bush kormányzatnál volt, tehát egy jobboldali kormányzatnál, amely egyébként hosszú ideig próbált jó kapcsolatot kialakítani Putyinnal, és aztán és jók is voltak a kapcsolatok, aztán ez elromlott. Az biztos, hogy ez a tényező most is jelen van. A nagy változás az az, hogy Oroszországgal sokkal rosszabb Amerika kapcsolata, mint még akkor is voltak, pedig már akkor sem voltak jók, és Kínával pedig egy teljes körű vetélkedés, rivalizálás van az amerikai külpolitikában jelen, illetve a nemzetközi rendszerben, és az biztos, hogy az elmúlt időszak, tehát az elmúlt évtizedekben még lehetséges volt az amerikai szövetségeseknek, tehát az Egyesült Államok szövetségeseinek is elég szabadon alakítaniuk a kapcsolataikat többek között Kínával és Oroszországgal. Én úgy mondanám, hogy lavíroztak a különböző nagyhatalmak között. Én azt gondolom, hogy ennek lassan vége lesz. Ugyanis az én értekelésem szerint nagyon későn, több évtizedes késéssel, de az amerikai elit, az amerikai külpolitikai elit felismerte már Obama második időszakában, és aztán Trump alatt, és most Biden alatt is, hogy Kína az első számú vetélytárs, Kína fenyegetését komolyan kell venni, és
egyre inkább egy olyan politikát alakít ki most a Biden adminisztráció, amiben ők rá akarják venni a szövetségeseiket, hogy ők is velük együtt mozogjanak Kínával kapcsolatban, és egy túlságosan szoros kínai kapcsolat az bármelyik szövetségesnél problematikus lehet az amerikai viszony szempontjából, nem beszélve arról, hogy nem mindegy, hogy ez a szövetséges mondjuk egy nagy állam, mint Németország, vagy egy kis állam, mint Magyarország. Szeretettel köszöntöm a beszélgetésben Nagy Gábort, a HVG külpolitikai újságíróját. Szervusz! És tulajdonképpen itt csatlakoznék Zoltán utolsó mondatára, hogy szerinted mennyi esély van arra, hogy esetleg a Biden adminisztráció nyomást helyezzen az Orbán kormányra Kínával kapcsolatban? Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak. Én úgy gondolom, hogy alapvetően mindaz igaz, amit Zoltán elmondott ezzel kapcsolatban, mégpedig azért, mert ezt már az előző adminisztráció idején is érezni lehetett, tehát Kornstein nagykövetnél is érezni lehetett, hogy nem nézik jó szemmel a Kínához való közeledést, sem azt a 16, majd 17 plusz egy kelet-közép-európai és balkáni országgal való együttműködést, amit Kína elindított a térségben, sem pedig azt, hogy ilyen szoros üzleti és technológiai kapcsolatot alapítottunk ki Kínával. Itt bejön a képbe a Huawei kínai távközlési berendezésgyártó és mobiltelefongyártó cég neve, amit még Donald Trump adminisztrációja PC-zett ki magának. Részint azért, mert igazán nem tisztázott kapcsolata van ennek a cégnek a kínai néphadsereggel. Nem világos az együttműködése, ugye az Egyesült Államok megvádolta a Huawei-t és a ZTE nevű másik céget, hogy a berendezéseikben olyan kiskapu nyitható, amelyeken keresztül a kínai titkosszolgálatok behatolhatnak az általuk szállított berendezésekkel működtetett mobilhálózatokba, miközben pedig, hogy visszatérjek az elejére, a Huawei-jel meglehetősen jó kapcsolata van Magyarországnak, itt van egy komoly Huawei fejlesztői központ, és Magyarország azon európai országok közé tartozik, akiket az Egyesült Államok még nem tudott rávenni arra, hogy az 5G-s, az 5. generációs mobilhálózatokban ne vegyék igénybe a kínai Huawei együttműködését. Tehát mindez egy kicsit így összefoglalva, és nem akarom, azért emeltem ki a Huawei-t, mert nem akartam megismételni a előzőleg említett egyetemet és egyéb dolgokat, csak inkább megemlíteném még ezt az egy tényezőt, ami közrejátszhat abban, hogy az amerikai adminisztráció függetlenül attól, hogy Donald Trumpnak vagy Joe Bidennek hívják az elnököt, miként ítéli meg a magyar-kínai kapcsolatot. Csak közben ez kockázatot jelent, nem? Tehát a térségre nézve is, az Európai Unió rész, a Unió felől nézve is, hogy ugye egy kampusza nyílik itt most a Kínának, a kínai államnak, az első egyébként európai kampusza, ugye együttműködések azok voltak más egyetemekkel, vagy itt a bankoknak a nyitásáról is beszélhetünk, vagy a Belgrád-Budapest vasútról, szóval itt olyan stratégiai dolgok épülnek ki, amelyek hát mindenképpen biztonságpolitikai kérdéseket vetnek föl a szövetségesi oldalról. Tehát ahhoz, hogy oké, kicsit megcsóváljuk a fejünket, az nem tűnik elég hát határozott fellépésnek, ha tényleg komoly a kockázat. De lehet, gondolom diplomáciai csatornákon ezek azért zajlanak, hiszen mondjuk ha visszatérünk a Huawei nevére vagy ügyére, akkor még Nagy-Britanniát is meg kell arról győzni, hogy a 5G-s hálózatban inkább a svéd, a finn vagy az amerikai beszállítókat vegyék igénybe. Itt inkább arról van szó, hogy Kína próbálkozik, illetve nem próbálkozik, hát nagyjában folytatja egyrészt a gazdasági kapcsolatépítés, másrészt a soft power erejének az alkalmazását. Korábban a Konfucius intézeteket tartották nyugaton egy olyasfajta kínai soft power intézménynek, amelyik tulajdonképpen az ideológiai behatolást szolgálja a kínaiak számára. Most pedig megjelenhet ez a kínai egyetem, amelyik valóban a világ legjobb egyetemei között van a rangsorokban, valóban sokkal jobb, mint bármelyik magyar egyetem. Ugyanakkor a érem másik oldalán szerepel az, hogy mennyire betagozódott ez abba a kínai, hogy mondjam, ideológiai keményvonalasságba, amit Xi Jinping
Jinping pártfőtitkár államfő meghirdetett annak érdekében, hogy Kínát újra nagyját tegye. Tehát vannak mindenféle csápok, amik nyúlnak, és amiket te említettél, ebbe beletartozik a Belgrád-Budapest vonal, amelyiknek ugye az ideológiai vagy gazdasági indoka az az, hogy a Kína által megvásárolt Pirauszi kikötőből a vasútvonalon Magyarországon keresztül érjen el a Kína járó Európába. Ez egyébként egy furcsa helyzet, mert ugyanezért a lehetőséget a szlovákok és a lengyelek pont ugyanúgy versenyeznek, mint mi. Tehát, hogy az a végállomás, vagy pontosabban a szállítási végállomás, ahova majd az új Selyem úton megérkeznek a kínai áruk Európában, az most Magyarországon legyen, Szlovákiában legyen, vagy Lengyelországban. Tehát azért van egyfajta ilyesfajta verseny is azért, mert kínai gazdasági hatalom. Részben, amiről korábban szó volt a beszélgetésekben a műsorban, hogy Trump szankciókat vezetett be Kínával szemben, dömpingvámat vetett ki, büntetővámat vetett ki, ez azzal az eredménnyel is járt, hogy tavaly a legnagyobb kereskedelmi partnere már az Európai Unió lett Kínának, ami a két oldalú forgalmat illeti. Tehát Európának van egy jelentős önérdeke abban, hogy Kínával jó kapcsolatokat ápoljon. Ugyanakkor a Trump időszakban folytatott amerikai-kínai kereskedelmi háború pedig azt mutatta meg, hogy Amerikának ebben az értelemben is szüksége van a transatlanti kapcsolatokra, és szüksége van Európára, mint szövetségesre, azért, hogy hatékonyabban tudjon fellépni Kínával szemben, és Magyarország ebben az értelemben ugyanazt a szerepet játszhatja, mint az orosz-európai és az orosz-amerikai viszonylatokban, egy ilyen megmozgatható, kipöckölhető ingó tégla lehet abban a bástyában, amit mondjuk az Európai Unió képez, ha szabad egy ilyen képpel elnem. Egy kicsit rátérve az unió és az amerikai viszonyra, szerinted túl azon, hogy itt most szép nyilatkozatok hangzottak el mindkét oldalról, gondolok itt a márciusi csúcsra, EU csúcsra, ahol bejelentkezett a Biden adminisztráció, és nagyon pozitív üdvözletet kapott az unió részéről. A szép szavakon túl ez visszaállítható valamennyire, ez a korábbi jó viszony, ami még Trump előtt működött, vagy azért ez inkább egy vágyvezérelt gondolat, és itt akkor most erősen utalnék a napokban, illetve konkrétan tegnap kirobbant lehallgatási botrányra, hogy Amerika a szövetséges Európai Uniós tagországok közül a német politikai vezetőket hát lehallgatja. Az utolsóval kezdeném, ez nem egy új hír, ez ami kipattant, az igazándiból csak annyi, hát a csakút idézőjelben értem természetesen, tehát ezt Edward Snowden már leleplezte, hogy Angela Merkel telefonját és más európai vezetők telefonját az NSA, az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség lehallgatta. Amerikai adminisztrációtól függetlenül. Igazándiból az új tényező ebben, amit én olvastam, annyi, hogy kiderült, hogy ebben a dánok segítettek az amerikaiaknak. Tehát ez a lehallgatás ugyanaz a lehallgatás, amit még Edward Snowden elkövetett. Ugyanakkor az európaiak érthető módon ezen megsértődtek újfent. Ugye Németországban indítottak erről egy vizsgálatot, amikor az eredetileg kipattant, ha jól emlékszem, 2013-ban. De azt gyorsan lezárták, mégiscsak szövetségesekről van szó, gondolom a háttérben ezt megbeszélték a Barack Obama adminisztrációval. Most is Emmanuel Macron azt nyilatkozta, hogy Franciaország és Németország magyarázatot vár. Hát tulajdonképpen én nem gondolom, hogy nagyon meglepődtek. Tehát ez nem lehet akadálya most ennek az új... Nem lehet az akadálya, de én azt is gondolom, hogy a Trump adminisztráció után csak is jobbak lehetnek az európai-amerikai kapcsolatok, hiszen mind a személyisége, mind pedig az általa követett gazdaságpolitika annyira feldúlta az euróatlanti kapcsolatokat, hogy egy higgadtabb Biden és egy higgadtan Anthony Blinken csak jót tehet, hiszen amikor Donald Trump nem csak az, hogy mennyire indolensen bánt mondjuk az európai vezetőkkel, amikor találkozott velük valamilyen politikai konferencián, hanem az is, hogy amikor mondjuk az acélra és az alumíniumra dömpingvádat vetett ki Trump, valószínűleg az amerikai iparvédelem szempontjából teljesen értelmetlenül, akkor Európát is büntette ezzel, és ez igazándiból nem foglalkoztatta. Másrészt viszont a transatlanti szabadkereskedelmi megállapodásról pont ugyanúgy nem sikerült megegyezni George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump adminisztrációja idején. Tehát vannak evidens gazdasági érdekek, amikben
akár az Airbus-Boeing rivalizációra gondolunk, amiben Amerika és az Európai Unió versenytársa, ugyanakkor vannak komoly szövetségi érdekek is. Szerintem Trump idején inkább a versenytársi pozíció került életébe és előtérbe, és Biden idején a szövetségesség fog. Akkor nem tartod most azt időszerűnek, amit az Európai Unió magországaiban egyre gyakrabban lehet hallani, hogy egy stratégiai autonómiára lenne szükség az Egyesült Államoktól egy kicsit távolabb kerülni, hogy ne legyünk annyira kiszolgáltatva nekik, mondják ezt ők? Ezt évtizedek óta lehet hallani, tehát ezt pont úgy lehet hallani, hogy ne szoruljunk le az amerikai stratégiai szövetségre, mint hogy ne szoruljunk le az amerikai nukleáris védőernyőre, hogy ne szoruljunk le az amerikai hadseregre. Igen, csak itt most a migráció, a klíma, és van itt egy pár olyan dolog, ami tényleg hát ilyen határokon átívelő megoldásokat igényel. Én úgy gondolom, hogy ebben az ügyben, ahogy az Európai Unió, Joe Biden ugye több mint 3 évtizedet töltött a szenátusban, a külügyi bizottság tagjaként és elnökeként gyakorlatilag tegező viszonyban van a fél világgal, fél világ vezetőivel. Ő nagyon racionálisan felfogta azt, hogy ahogy az Európai Unióval, úgy Kínával és Oroszországgal is együtt lehet működni globális kérdésekben, ez pont az, amit említettél, a klímaváltozás és a migráció, illetve az oroszokkal még külön a fegyverzet korlátozás. Ez is egyfajta viszony, ez semmiképpen nem szövetségesi viszony, és ugyanez érvényes a transzatlanti kapcsolatokra is, tehát bármennyire is Európai Unió és az Egyesült Államok egymás gazdasági riválisa, mert azok, annyira a szövetségi érdekek mégiscsak túlmenően azon a globális problémákon, amiket említettél, a klímaváltozás és a migráció, a szövetségi érdekek is azt diktálják, hogy szorosabb legyen az együttműködés, mint az előző 4 évben volt. Nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak, a HVG külpolitikai munkatársának, hogy jelen volt velünk itt a beszélgetésben, és hozzájárult a gondolataival. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szervusz, minden jót kívánok. És Zoltánra nézek, hogy egy utolsó gondolatot nyissunk még meg, mert ez a térség, ez nagyon kimaradt itt az elemzésekből, hogy lesz-e Amerikának valami új stratégiája, akár Afrika felé, akár a csendes-óceáni térség felé a Trump érához képest? Milyen kihívások érhetik innen az Amerikai Egyesült Államokat? Bidenék úgy indulnak az egész kormányzásnak neki külpolitikai szempontból, hogy America is back, tehát Amerika visszatér. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a Trump éra kivonulásához képest, tehát hogy Amerika kivonul a világ rendből, azt fogjuk látni, hogy Afrika, Csendes-óceán, Európa, Dél-Amerika és más régiók ügyében is Amerika a korábbi globális szerepét fogja vinni. Ami itt nagyon fontos a Csendes-óceáni térség kapcsán, hogy itt egy nagyon komoly, és erről ma már elég sokat beszéltünk, itt egy nagyon komoly versengés van, tehát nem csak egy globális versengés van Kína és az Egyesült Államok között, hanem a vezető hatalom a primátusért való versengés folyik a csendes-óceáni vagy indo-csendes-óceáni térségben, ami egyelőre nem dőlt el, és amit az Egyesült Államok azzal is erősít, hogy létrehozta az úgynevezett quad csoportosulást, amiben Japán van benne, India és Ausztrália, ezek az Egyesült Államoknak a legfontosabb indo csendes-óceáni térségbeli szövetségesei, és ebből is látszik, hogy a másik cél, amit megfogalmaztak Bidenék a külpolitika szempontjából, a szövetségesi kapcsolatoknak az újrafűzése, újraerősítése, az abszolút erőteljesen jelen lesz, nem csak az európai szövetségesek kapcsán, hanem a csendes-óceáni térségben is. És az elsődleges célpontja a szövetségési kapcsolatok erősítésének, és az elsődleges oka az a kínai kihívás. Nagyon szépen köszönöm Fehér Zoltánnak, diplomatának, politikatudósnak, a Fletcher School Stratégiai Tanulmányok Központja tudományos főmunkatársának, hogy velem tartott és megosztotta gondolatait. Tartsanak velem jövő héten, jövök, holnap Hont András várja önöket.